Hello srácok, ez a Gaming is Fun, és képzeljétek el, hogy a hétvégi programotokról szeretnék veletek beszélni, ugyanis nagyon-nagyon érdekesnek ígérkezik ez a szombat és ez a vasárnapi nap, azért, mert megrendezik a Rainbow Six Pro League 9. szezonjának a döntőjét méghozzá Milánóban, minden mérkőzést és természetesen az Operation Phantom Sight teljes leleplezését élőben nézhetitek majd a twitch.tv/RainbowSixHu csatornán, az eSport 1 csatornáján magyar nyelven, úgyhogy ki ne hagyjátok, mindenkit szeretnénk meghívni erre. De gyorsan nézzük is meg, hogy mi vár ránk ezeken a meccseken. Ugye lesz 4 darab negyeddöntő, 8 csapat kvalifikálta magát erre a tornára. Ugye Fnatic vs Nora Rengo egy épek rangadó, ezzel kezdünk majd holnap 1 órától. Aztán Team Empire vs Dark Zero, egy európai és egy amerikai csapat fog majd egymás ellen játszani. Harmadik negyeddöntőben Lustream versus FaZe Clan, és végül az est zárásaként Immortals vs Evil Geniuses. Ugye nincs itt a G2, aki a címvédő, úgyhogy biztosan új Pro League bajnokot fogunk avatni. Lehet, hogy esetleg az EG fogja megnyerni, aki utoljára ugye nagy versenyen még az első invitation-el tudta megnyerni, még Continuum néven, vagy az is lehet, hogy a FaZe először szerez egy Pro League bajnoki címet, vagy most már az Empire-t, hogy nincs itt a G2, meg tudja akadályozni valaki. Szóval nagyon sok lehetőség áll előttünk és a csapatok előtt, viszont ami talán még az átlag embert a meccseknél is jobban érdekli, és az átlag Rainbow Six játékost, az az, ami vasárnap 8:30-tól lesz, az Operation Phantom Sight teljes leleplezése. Minden infót megtudunk Nökről és Wardenről, a River Cult Caféről, és a rengeteg újításról, ami majd érkezik például Rankedbe, meg úgy általában a Rainbow Six Siege-be. És itt láthatok a képernyő alján olyat, hogy szerezd meg a csármot és teljesítsd a küldetést, hogy itt miről is van szó, az gyorsan meg is nézzük. Szóval, mint tudjátok, általában lehet nyerni a nagy Rainbow Six, szerezni a nagy Rainbow Six események közvetítésén in-game csármokat. Ahogyan látjátok, ugye 30 perc a bronz, a copper, 1 óra a bronz, 2 óra a silver, 4 óra a gold, 8 a plat és 12 óra a diamond. Ez nem egy napra, hanem az egész hétvégére értendő, össze kell kötnöd a drops.register.ubi.com-on a Twitch-akodat a newplay-akoddal, hogyha ez megtörtént, akkor utána már csak nézned kell a twitch.tv/RainbowSixHu csatornán az adást, és megvárod, amíg megkapod a csármokat. Úgyhogy ez is egy nagyon érdekes dolog lesz, és mindenképpen szerezzétek meg, mert ez egy olyan dolog, ami igencsak egyedivé teszi az accountotokat, és van egy kifejezetten eSport 1-es küldetés is, ami ugye a többi streamen nem lesz, még az angol streamen sem lesz a csármokon kívül semmi ajándék, a magyaron igen. Ez egy Good Ideas giveaway egyébként, de ezt nem mondhatjuk majd a streamben, itt mondhatom, és mondom is, Razer headsetet és egeret lehet nyerni, nagyon értékes, összeadva azt hiszem 40.000 forint értékű a giveaway, szóval tényleg nagyon pöpec cuccokról van szó, majd a stream alatt felkiáltójel küldetést kell írni a chatbe, és elmenni az esport1.hu-ra, felvenni a küldetést, megcsinálni a kis gólokat, tehát például ilyen, hogy jelentkezz be 5-ször, olvass el 3 cikket, nézd a közvetítést legalább 1 órán keresztül, és ha ez mind megvan, akkor te is beléptél a giveaway-be, úgyhogy ezt se hagyjátok ki, mert azért egy ilyen pazar gamer egeret és gamer headsetet szerintem ti sem akartok elmulasztani. És hát még van egy ilyen bracket ágrajz, amit meg tudok nektek mutatni, ugye a schedule-t azt már átnéztük közösen, a menetrendet, hogy hogyan lesznek a mérkőzések egymás után, de ugye így pedig a maga ugye a versenynek az ágrajza, egyenes kiesés, minden meccs BO3, és nyilván látjátok, hogy melyik meccs győztesével fog majd játszani, és ugye hogy alakulhat majd a döntő. Ezek mellett egyébként még további kis apróságokkal fogjuk színesíteni az adást, mint például azzal, hogy egy-egy magyar profi játékost
ugye megkérdeztünk arról, hogy szerintük hogyan fog alakulni egy-egy mérkőzés, és erre ők válaszoltak egyébként nagyon készségesen, ezt köszönjük ezúton is, és az ő véleményüket is megtudhatjátok, tapasztalatot szerezhettek, szóval én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó hétvége lesz, alig várom, úgyhogy találkozunk a közvetítésen holnap, 13 órától kezdődik az első negyeddöntő, Fanatic Norarengo, találkozunk ott, na de addig is gaming is fun, és sziasztok! When they